Balaton környéki büfék, éttermek árairól, az áremelkedésről nem sok jót hallani manapság. A Covid alatti bezárás után most a növekvő élelmiszer alapanyagárakkal és a munkaerőhiánnyal is meg kell küzdeniük a helyi vendéglátósoknak. A legtöbben átlagosan 20-30%-os áremelkedésről számoltak be. Ezért most lejöttünk és megnézzük, mi a különbség az árakban akkor, hogyha itt a part közelében vásárolunk, vagy hogyha mi magunk vesszük az alapanyagokat és a hozzávalókat. Nézzük! Példaként az Aldi balatonfenyvesi üzletébe látogattunk, ahol egy hamburger alapanyagait vásároltuk meg. Persze a sütés csak akkor lehetséges, ha rendelkezésünkre áll legalább egy kis konyha vagy egy sütőlap. A grillezéshez szükséges eszközök szintén beszerezhetőek a tóparti üzletekben, például az Aldiban is. Ehhez szükségünk volt hamburgerhúsra, paradicsomra, uborkára, lilahagymára, sajtra, ketchupra, bucinak pedig az Aldi rusztikus buciát választottuk. És persze, ha már nyár van, nem maradhatott el a hideg sör, a fröccs, a fagyi és a jeges kávé sem. És most nézzük az árakat. Amíg a strandon egy hamburgert körülbelül 1500 és 2500 forint között árulnak, addig az Aldi áraival egy burger körülbelül 5-600 forintból jött ki. A sör árak a parton 5-700 forint körül alakultak, az Aldiban a dobozos világos sör 149 forint volt, a citromos sör pedig 199 forint. Jégkrémeket egy büfé kínálatában 800-1000 forintért vásárolhatunk, az üzletben 350 forint környéki árak voltak. Egy jeges kávé 170 forintba kerül az Aldiban, ez a strandon 800 forint körül mozgott. A legnagyobb árkülönbség az ásványvíz esetében volt, az Aldiban 2 liter ásványvíz 99 forintba kerül, a strandokon a fél literes ásványvíz ára 3-400 forint körül mozog. Összességében tehát elmondható, hogy aki szeretné olcsóbban kihozni a nyaralást és boltban vásárol magának, az körülbelül a harmadát fizeti az éttermi és büfé áraknak. Bevásárlási lehetőséget pedig egyre több helyen találni, az Aldi 10 Balaton környéki üzletében várja a vásárlókat, a nyári szezonban meghosszabbított nyitvatartással.